Rajongó láthattad, hogy ugye tegnap Győzi elfoglalta Brüsszelt, azt mondta, hogy meg is vásárolta. Lobog a lobogó, mi most ide fogunk betérni. Persze, nem kéne, hogy te ezzéget aggódjál, vagy át ne menjek egy rácson, érted? Itt jövünk, és ebben azt hiszem, hogy ide megyünk. Azt hiszem, hogy ide fogunk most berongyolni. Van egy komoly csapat, nézzék, itt voltunk tegnap. Itt van a commission, a bizottság. És akkor vagy ott a tanács, vagy a parlament, te, minden itt van, innen irányítják a európai embereknek az életét, sorsát, szavaznak, törvényt hoznak, megvitatják, vitatkoznak, tétre, helyre, befutóra. Na most továbbra is persze vagyok, ugye, mert benne az a Repower EU, az, mert ugye benne van a fogam, tudod, a fogam, tőle, nem tudod beszélni. Hát még egy kicsit ütögezve tenni a terembe, jól nézünk. Nem üdös ez a mikrofon. Azért jó a nagy kalin, mert akármilyen dagadt vagy, Tolpidének érzed magadat. Nem figyelted meg? Befeltűnően. Melyik? Elúszik az egész. Többet mondtam, elnézést kívánok. Nagyon köszönöm. Talán én nem tudom, hogy az Európai Parlamentnél, Brüsszelben, most jövünk ide be, te most itt ellenőriznek. Képzeld el, hogy folyamatosan lehet jönni, nézni velé itt a magyar társadalom. Jaj, de jó ez a bambusz, kell nekem otthonra. Nézzük, itt jönk az Európai Parlamentbe, ide tartozunk, hát ilyen diákcsoportok jönnek ki, ide tartozunk, ide, ez a mi parlamentünk, na most majd elmondom neki, és nem is én, majd megkérek valakit, pontosan elmondja, hogy mit csinál a tanács, mit csinál a parlament, és mit csinál a bizottság. Parlament. Itt anyukám tartja az ajerót. Ezt sose fogod látni otthon, ne örüljél meg. Mert nem az asszonkát, hanem azt. De most, amit akarok neked mutatni, te néked, kaptam a fülest, nézd, ott az ungarista csoport, de kaptam a fülest, hogy itt, ez véget, te mindjárt látni fogod a berlini falnak egy darabját. Tudod, itt ki van, nekem is volt. Esküszöm volt, Anna Mari hozta Berlinből 89-ben, egy ilyen kis betondarab volt. Otthon pakolgattuk jobbra-balra, de mondom, mama, hát itt behozok a Kovács Pista bácsiak most tataroztak. Mondta, hogy üzd meg a szád, ez komoly. Na jó, itt egy nagyobb fal van, és akkor most oda is fogok menni. Nézd meg a diákok, tudod, a berlini falat elkezdték szétgraffitizni valamelyik oldalról, de most ezt meg nem mondom, hogy melyikről. Nézd meg, és akkor most ez itt van, be van üvegezve, anyukám, nézd meg, ezt megépítették. Nézd meg, és akkor itt van, nézd, 85-ben, nézd, hogy begraffitizték. Nem a olaszkani csoport itt, ja, be akarnak jutni, meg ott, látod? Tudod, itt halál berlini fal, melyen levonulnak? Levonulnak, nézzük a szicíliai gyerekek. Odébb papa kíséri őket, vagy lehet, hogy ő is mondja, hát érettségi régi álom úgy van vele. És akkor itt a berlini fal, azt mondja, itt, ezt lehet, tudom tenéked mutatni, meg azt ad. Érted? És nézzük az Európai Parlament tövébe, végre egyesül Európa, birthday, oda van írva. Van egy pár ilyen német film, amit én tudok neked ajánlani, ami erről szól. Például a Mások élete, ha érdekel tégedet. Jaj, a cseresznyebe virágzott. Na, hát meg a követő rajongó, ezt tudom tenéked mutatni, és akkor jövünk tovább, mert millió az ügy. Lobognak a lobogók, ugye? Nézd, az ukrán zászlót is kilökték. Érted? Hát azt is kilökték. A ukrán, a görög, a magyar, a szlovák, a német, a francia, 27 tagállama van egyébként. Megyek, nézd engem, már itt hajt az asszonka. Meg azért itt a nagy formátumú politikusoknál Antal József azért csak ott van. Mondanom csak, várjál na, ja, üss meg a szád, be kell állnom, most csak. Haj, bocsáss meg. Influencer testvéreim, nézd meg,
Family Picture-be fogunk kerülni egy pillanat alatt, várjál, én napszöndekbe vagyok, mint a bolond, nézeg, ez már variál, azt mi engemet be fognak lökni, itt már, nézeg, az összerás testvéreimmel vagyok, Chris Scott! Hát eltett kézzelni, mivel, nekem a Chris Scott bátya, várjál már, oda kell figyelnem, taka! Influencer társaim, azonka levette a jacketjét, nem érdekli, hogy majd megfajd, még további kép készül, érted? Én még itt valamit variálok, aztán rongyolok be a parlamentbe. Ja, hát nem láttam, anyukám a János levetettem, mert már Cilla Johnny-tól te teljesen ki volt. Nézzek! Jaj, nagyja, gácia! Ez egy press. Nézzek! Together for Democracy. Micsoda hülyesség! Nem, nálunk ez ismeretlen. Várjál, oda megy az öreg Cilla. Figyelj, megőrülsz meg. Nézzek! Igen? A spinelléknek, és mögöttünk van a Bonnelli Spa, ahol az ülésterem van. És ott van az ülésterem. Aha. És mi most jövünk föl. Figyeljél, követő, most kapaszkodjál, mert benn vagy az Európai Parlamentben. És hova megyünk? Próbálunk jutni a harmadik emeletre, ami az összpontja az ügyletrendszernek. Igen. És mindenféle átjárók vannak, ott van a kép és unió. És most megnézzük a stúdiót, ugye? Ez azt jelenti, hogy minden nyilatkozat egész Európában, a világ felé, a sajtó felé onnan történik? Történhet, igen, és történik is elég sok, úgyhogy van egy komplex ilyen szolgálat, hogy lehet kérni kamerát, stand-up pozíciót, aha, stúdiót, minden. Ebbe segítjük itt az összes emberek, akik foglalkoznak, vagy például mindjárt. Igen. Aha. Ja, és akkor ez itt. Ez a Boxbox stúdiónk, ami egy ilyen nagyon high-tech, tehát itt online, aha, is lehet élőzni, is lehet bentről. És ott van a TV stúdió, ahol viszont műsorokat is adunk. Ez az Európai Unió TV stúdiója? Európai Parlament. Parlament. Európai, aha, Parlament, és minden facility, mindent, amit itt látunk, minden újságíró ingyen használhat. Aha. Az egyetlen kérés, hogy regisztráljon, és legyen egy EP képviselő, akivel. Tehát szépen kell egy EP, tehát EP képviselőt kell meghívni. Ide kell, ja, értem. Van. Ki lehet bérelni a stúdiót, beülni, és ugye, hát egész mindenféle háttereket tudom biztosítani. Tehát, hogyha mondjuk egy akár egy magyar EP képviselő szeretne beszélni, akkor őt meg kell, uh-huh, keresni egy újságírónak, uh-huh, és akkor ide belökjük, és halál jó. Igen. Hát ez nagyon modern, és igen, akkor innen most megyünk, ja, itt Voxbox, oda van így, ugye kiírva. Itt lehet a Voxboxot kérni. Tehát hát oda megyünk, aha, mondom, hogy szeretném használni. És akkor megmondom, hogy ki vagyok, milyen média vagyok, és ki jön velem beszélgetni. Megmondják, hogy akkor mikor szabad. Aha. Lefoglaljuk. Bemegyünk. És időpontra le lehet foglalni. Időpontra kell akkor lefoglalni. Hát torri. De jó. Igen, megkeresem a kolléganőmet, aki a magyar menedzsere, ennek a magyar menedzserünk is van. Mert hogy ennek az egész Voxboxnak van egy magyar menedzsere, aki a magyarokkal foglalkozik, vagy úgy? Több menedzser van, de van egy olyan menedzserünk, aki magyar. És akkor, aha, a magyar csoportokat nagyon szeretjük. Ja, értem. És ő most megkeresem, hogy merre jár. Konstantinos Karamanlis. Halál jó mondani, Konstantinos Karamanlis. És az ott átvezet, igen, minket az ülésteremhez, amit meg tudnék mutatni, ha gondolod. És mert? Nézzük most meg. Hát rongyoljunk oda, Anna Mari, ne vészkedjél, már várjál. Tartsd a vonalat egy pillanatra, míg mink oda átmegyünk. Ne örüljél meg. Use your vote. Tényleg választás van, ne felejtsd el. Bizonyám. Itt. Menj, el kell menni szavazni, European Election. 9-e Magyarországon. Ja, értem. Egész baltól egész jobbig. És akkor utána ők itt ülnek 5 évig. Aha. Egy ugye a választóktól származó mandátummal. De ez pont ugyanannyira fontos választás, mint a helyközi választások. Persze, sőt, ugye ez Európának a parlament hozza a törvényeket együtt a tanáccsal. Tehát minden, amit megszavaz, abból lesz az, hogy nincs roaming díj, hogy egyforma chargereink vannak, és azt mondjuk az almás cégnek, hogy ha az európai piacon ott akarsz lenni, akkor kénytelen vagy te is USB-C-re átállni. Aha. Ezeket itt szavazzák. Tehát hogy csak azt akarom mondani,
hogy ugyanolyan komolyan vegyük persze az Európai Uniós választásokat, tehát mi 9-én szavazunk, június 9-én, mint akár a helyközi választásokat, vagy a parlamenti igen választásokat Magyarországon. Igen. Ugyanolyan, hallottad? Akkor most kapaszkodj. Most akkor itt vagyunk, most innen bekukszizunk. Ez várjál, Anna-Mari, ez az ülésterem, ugye? Ez az ülésterem Brüsszelben, így van. Ez a brüsszeli ülésterem, és hányan vannak itt? Most 750 szoktak, majd lesznek ma délutántól, mert most ülés lesz. És mi lesz a ma délután? Hát ma délután kezdenek szavazni nagyon sok törvényt még, amit meg kell szavazni. Uh-huh. És holnap délig, tehát ez egy úgynevezett ilyen mini ülés. Az és akkor nem itt lesz a nagy vita, a magyar jogállamisági vita is majd. Aha. Este. Migrációs csomagot szavazzák. És várj, és itt hány, itt 27 ország, ugye, az Európai uh-huh Unió, és össze-vissza nyelvről nyelvre fordítanak, 600... Nem tudom, 600, valahogy 700 nyelvi kombináció van. Tehát nyelvi kombináció igen, van, igen. És akkor ott elől, ugye, ott uh-huh ül az elnök, uh-huh, ugye az Európai Parlament elnöke. Így van, aki most egy csaj, Roberta Metsola. Ja, Roberta Metsola, az egy helyes nő. Nagyon, máltai. Ugye Málta, igen. Te és hogy ülnek? Ugye különböző pártok vannak, igen, ugye? És, ő, és akkor ők külön ülnek, vagy így össze-vissza? Hát ők úgy ülnek, hogy az elnöktől, tehát elnök néz erre, igen, ugye? És balra, erre, bal oldalt ül a szélsőben. A szélsőben, utána igen jönnek a szocialisták, igen, utána jön a zöld, utána jön a Renew. A Renew az a kettő közül, ugye? Igen, ilyen liberális. Liberális ő is, tehát megyünk így aha balról középfele. Akkor liberális. Akkor jönnek az EPP. Ha jól emlékszem, utána jön a konzervatívok, utána jön a identitás, akik, és megyünk jobbra. És a legesleg vége azok, akik nem tartoznak, nem, hanem, hát is, nem tartoznak párcsaládba, non-anscri, NI, mert vagy nem akarnak belépni, vagy kiléptek, és nem vagy léptek be egy másik ja, pár értem családba. Aha. Így ülnek ők, és ugye úgy van, hogy ABC sorrendben előről hátra, és össze-vissza, tehát nem nemzetiség szerint ülnek, hanem aha pártcsoport szerint. Tehát pártcsoport, ja, hogy akkor mondjuk, a, mit tudom én, a rényusok, akkor itt ugyanúgy magyarok, szlovákok, csak. Ja, hogy pártcsoport, aha. Hát akkor nincs klikkeszedés. Hát ez nagyon jó, és akkor itt ül, és ezek csak most is a magyar jogállamisági kérdést itt fogják megvitatni, vagy itt lesz a vita. Na, hát akkor anyukám megint tanultunk. De ezért ne kérdezzél, hogy van egy festmény, de itt az aszonkával történik valami. Nézd meg, facilitizik az aszonkát, valamit mond, és itt az Európai Parlament tagállamának minden nyelvén ki van írva, tehát európszki, parlamenti, hogy hát nem tudom, érted, Parlamento Europeo, minden, Parlament Européen, hát igen, ahány nyelv van, de minden már jövünk tovább, mert itt már megyünk vissza a Voxboxba. Voxboxos a Cilla, ugye mondanom se kell, hogy ugye van egy ilyen sajtópasszom van, hát szerintem nem magyarán nem jó, és ezt egyszer kellett csak kiváltani, érted? És ez, csak meg kell adnom mindig, hogy mikor jönnék, de bármikor jöhetek, érted? És akkor ezzel én bármikor jövök, és le lehet csipantani. Ó, na nézzek, hogy milyen jól nézel ki. Ne csodálkozhatj, hogy fogsz engem ellátni, kirakva. Jó, az meg, várja, leesett az audiovizőlem. Jöjjön, és meg a szádat. Na most, itt kikereszted a tenyel, le président du Parlement européen, nem az a tenyelben, az az enyém, hol van? Az Európai Parlament elnökei, és akkor itt láthatod, és Strasbourgban én már megmutattam neked, de most hol vagy? Brüsszelben vagy, anyukám, ezt kell elfoglalnod. Pierre Plasmini, Enrique Baron Crespo, igen, és akkor itt vannak a elnökök. De végig a elnökök. És akkor ott is végig az elnökök. Jaj, az a görög testvéreim, gondolom görög testvéreim. Jaj, és az ungaricsőr csapatom az itt van. Ő a Békés megyei hírlaptól jön, érted? Békés Cilláról, érted? MTVA. Visd meg a szádat, ez az MTVA. Ez mi csapatunk, oda néz. Jaj, de jó, MTVA. Sok, igen. Igen, és akkor itt mindenki itt jön, mond. Magyaráz, nyilatkozik, az aszoka itt nyilatkozott, érted? Az a lényeg, te akkor tudod itt bármit ügyködni, hogyha szerzel egy európai parlamenti képviselőt.
Na és ők a pingvinek, ők ilyen nagy felvigyázók, ezt is láttam Strasbourgba. És szerintem itt vannak a postaládák, tudod? A képviselők postaládái, ezt te kinyithatod, mondjuk levéltitok, nézzek, ez itt nincsen névtem, Österreich, Észtország, igen, görög, Espanya, France, és akkor itt ezek a postaládák is. Nézzek, ő most oda megy a saját postaládájához, és megnézi, hogy jött-e valami. Mindjárt meg is nézzük, bonjour. Ugye, Portugál, ő a portugál, Fanny. Látod? Portugál, Románia, Szlovénia, na és hol van? Tomiéknak a postaládát akarom megnézni, érted? Megnézzük, lehet, Tomi kapott valami jó hírt, érted, otthonról. Fú, elfogyott. Ne idegesítsél már. Hát akkor nem tudom neked nyitogatni a postaládát. Igen, plein air, Brüsszel, c'était pas ça. J'ai pas vu la Hongrie, qu'est-ce qui se passe? Ça alors? Gyere már, hát én nem láttam a magyarokból. Ja, mert elmentem. Itt vagyunk, mert külön, csak könnyen vagyunk, nézzek. A Kovács, a Bocskor, a Cseh, a Deli, a Da, Tomi, rossz vagy? Nem írt neki senki, jó pofa vagy. A Dobrev, a Donát és a Gál, itt van. Ugelisze, érted? És akkor mindig itt kapnak valami levelet, csak lehet nekik írni. Nézzek, hát se érdekli. Ő is nyitogatja a postaládáját. Aja, a fiacsinak írja. Ja, ez lehet, hogy a képviselő, érted? Ja, nem kivette. Ő látogató. Hát akkor megnézem, várja. Üzenjünk már valamit a Tominak. Figyelj, Tomi, 98-ban miattad szavaztam a Fideszre, mert olyan jó néztem már akkor ki, hogy még. Tudod, rajongé, már itt üldögélek, mindjárt fölveszek egy szemüveget, de te benne voltam egy nagyon fontos mondatban, most kiderült, hogy érted, itt a képviselő asszony, az el kell rohanni a szavazni, mert most így, Annám, ne haragudjam, most mivel kapcsolatban szavazol? Minden plenáris azzal kezdődik, hogy a plenáris végső napirendjét elfogadjuk, tehát ez most alapvetően egy nem a legfontosabb szavazás, abban az értelemben viszont igenis azért kell most elrohannom, mert gombot is kell nyomnom, amit utólag vissza lehet követni, hiszen az egyik kérdés az az, hogy Magyarországról lesz-e vita áprilisban a plenárison. És ez egy kardinális kérdés. Most majd kibeszéljük ezt is. Jó, de még egy dolog, nem ma lesz egy vita egyébként a Magyarországról a jogállamiságról? Ez nem ma van? Én úgy tudom, hogy ma van az egy is ilyen... Ma délután. Ez rengeteg különböző viták. Ezek egymásra épülnek, mert ez most vita lesz, de úgynevezett politikai állásfoglalás most nem fogad el a parlament, de egy ilyen politikai állásfoglalást akar elfogadni áprilisban. Arról viszont most szavazunk, hogy ez az állásfoglalás tényleg meg is szülessen majd két hét múlva. Kicsit bonyolult ennek a bürokratikus mindegy, része, de majd elmeséljük. Szervusz, fia, menjél szavazni, nekem még millió dolgom van, mindjárt ide várom a Tomit, érted, itt a büfébe. Lehet, hogy ő is szavaz, hát egy anyukám egy percem nincsen. Ezek, nem tudok beszélni, fogom, ott a képviselő azt mondja, ott rongyol befelé. Nyomd a gombot, anyukám, millió az ügy. Anyukám, most kapaszkodjál meg, itt vagyunk Hesus-szel. Hesus, let me introduce you. Hi. It's all my Hungarian followers. Your Hungarian is not that strong, I really afraid. Not that strong, but I'm very happy to meet you. Me too, I'm very happy. Jesus, tell me about what is your job exactly in the European Parliament? Well, my job is to support the work of media and content creators and influencers. So influencers That's and content creators become that important than the journalists as well, right? Absolutely, so particularly for young generations. Europeans. Like me, like thank you. And thank your followers. Oh, hold on, there is Thomas. Thomas, say hello to me. How are you? Hát várja. Hát mi már, mint a régi jó barátok. Remélem találkozunk. Yeah, it was. That's a parliament. That is a parliament. Good friends together, let's say that. But I want to ask you, so content creators are really important for you. Yes. And tell me, because I heard about, you know, the European Parliament is not on TikTok, and it was some, maybe not punishing, but it was some control on Facebook and Instagram as well. How is the situation now on TikTok and on Facebook? On TikTok is different, because we are not allowed to have TikTok on our phones, but right. That's because of risk of the Chinese taking our information in the phones. Oh. We are communicating on TikTok with other
But officially, the parliament is not on TikTok. Not officially, it's not on TikTok. But okay. We are communicating on TikTok with the help of some influencers and even with other devices outside the parliament. Okay. And what about Facebook? Because it was some control on Facebook, you know, what was the story on that? With Facebook is fine because they are now complying with the rules of privacy, of disregarding violent content, racism, so they are playing the game. So the problem was the privacy, basically that was the first problem with yes. Facebook. They are not protecting the privacy for the European citizens, for European yeah. people. But now they are. Because we have passed a piece of legislation and they are respecting, they are working with the Commission, with us, with the Parliament, to fulfill their obligations. Okay, so that's amazing. And what do you think about the Hungarian press and the Hungarian, and Hungary in the European Parliament? Well, Hungary is such a great country, don't say anything. A difficult friend of the European Union. At the same time, it's very interesting what's going on in Hungary. In terms of media, you are very active, and Hungary is going to have the presidency of the council in the next semester. So we are paying a lot of attention of what's going on. And your relationship is going to be much stronger with Hungary on that time? We are going to work stronger with Hungary and much more with media in Hungary as well. Because you will need to follow the activity of the European Union closer. Trust me, Hungarian people are so great and we really love European Union. Great. Thank you very much. Thanks to you. Take care. Bye-bye, my dear. Hát anyukám már is szóltam, ahol a szaszonka itt van. Én már vonulok odébb, ennyi volt. Hát már Tamás is belefutott a cilába, mit nem mondja. Donát, Anna, Tamás, mindenki. Hát jó pofa vagy. Szóval mindjárt most a Donát tanára kell rárepülnöm, még vele kell egy mondatot, mert az előbb elrohant szava, mert ő szavaz, anyukám. Én te lennék képviselőként, de a recepciónál vagyok, beszélek anyukám pár nyelvet, jó, bonjour, venez ici, s'il vous plaît, kell egy új karrier, érted? Tehát itt elhelyezkedik az öreg fiú, amíg nem őszülök, érted? Bedobom magam, elbonjourozok, de most a Donald Tanával fog beszélgetni valamiről, ugye Tomi meg volt, de Tomival most egy ilyen háttérbeszélgetés lenne. Tudod, a Dajc Tomival, nekem ő Tomi picikora óta ismerem, most már nagy. Érted? De hallod, és tudod, mit kaptam a múltkor, hogy a Dajc így meg úgy, halál élvezem, mert jön neki, tudom, én nem ugrok a nyakába, mert fogom a telefon, nem tudom ölelgetni így, érted? Nagy szulát. De most mindegy, most millió az ügy, most megvárjuk a Donát Tanát, hogy ő mit akar én nekem mondani, akkor ő is elmondja, meg az LP, meg az LP választás, meg az, lehet, hogy nem lesz itt az Anna, mert én beszélek az ő mikrofonjában, nem ő az enyémbe. Aztán pedig rögtön utána, figyelj ide, elrohanunk, és megnézzük a Manneken Pist, érted? A pisilőt meg akarom nézni. És akkor van még valami, amit kitaláltam, hogy amit meg akarok tenéked mutatni követőnek, rajongónak, közben szemem sarkából leszett jobbra-balra, el tud gondolni a dolgokat, és utána menet van, nem? Ja, széke. Nézd, mi venni, madame? Mi jeleshez? Mazsáton perszol, madame. Je vous en prie. Látod? De, én itt barátkoznék. Nem, most az evakuációs hülyeséget lát, de én itt elcsacsognék. Kedves, mikor érkezett? Üljön már le! Hát legalább egy kávére dobja már le magát. Várjál, most már jönnek, értem szakkal.